Üdvözl itt a Bazsitúrák! És ezen a mai ködös őszi reggelen egy egészen apró Tanúhegyet fogunk meglátogatni, és annak az egészen apró csúcsán lévő egészen apró várat. Tartsatok velem! Ahogy az már a címből kiderülhetett, nyilván a Hegyesdről van szó, és Hegyesd váráról, ami az azonos nevű faluból egészen könnyedén, mindössze 1 kilométeres sétával elérhető, így nem egy nagy túra, sőt, ha az ember erre jár, gyakorlatilag csak kiszáll a kocsiból, és felsétálhat a hegyre, ami ott látszódik jelenleg a kép közepén. A Várhegyig a sárga sávjelzésen tudunk eljutni, ahol is egy tanösvény vezet minket végig, de a vár felé indulnánk, akkor kövessük a sárga rom, vagyis eljelzést abba az irányba. A várhoz két irányból lehet felkapaszkodni, északról és délről. Most északról megyek. Viszont akinek esetleg nem fülik a foga a lépcsőzéshez, az délről próbálkozzon. Ugyanis itt, nem tudom pontosan mennyi, de ránézésre rengeteg szer kettő lépcső van. Egykor, amíg még a vár működött, közben itt az első falmaradvány, szerpentin út vezetett fel a várba, hát valamivel egyszerűbb lehetett, mint ez. Említettem, hogy apró tanúhegyről van szó. Ez persze annyira nem igaz, hiszen 281 méter magasan van a csúcs. Azonban még így is eltörpül a többi ismert tanúhegyhez képest is, hisz a Badacsony, illetve a Szentgyörgyhegy is eléri, sőt meghaladja 400 métert, de még a hasonló módon keletkezett és hasonló formájú Gulács, illetve Tóti hegy is jóval magasabb. Na most a vár megközelíthetősége szempontjából a lépcsők mellett nem árt, ha még egy tényt figyelembe veszünk, mégpedig azt, hogy a várat csak ezen a bazalt sziklafalon, hát gyakorlatilag felmászva tudjuk megközelíteni. Viszont ha ez sikerül, akkor páratlan kilátásban lehet, illetve lehetne részünk, hogyha nem ilyen idő lenne. Majd felsorolom, hogy mi látszik, illetve hogy mi nem látszik. Jól látható, hogy a vár hát mindössze pár tíz négyzetmétert foglal el, illetve a vár maradványai. Feltehetően a tatárjárás idején épült, de hát ugye méreténél fogva nem volt igazán komoly jelentősége. De azért 1561-ben mégiscsak beírta magát a történelembe, amikor is a török rajtaütésszerűen lecsapott rá, és elfoglalta. Majd pedig a környékbeli parasztokat kényszerítve a várhegy köré egy úgynevezett huszárvárat húztak fel. Ez egy amolyan cölöpökből álló palánkvárféleség. Még ugyanebben az évben, vagyis 1561-ben innen indult a török, mint egy 1400 fős seregével Szengrót várának elfoglalására, ez a mai Zala-Szengrót. Viszont nem voltak túl óvatosak, ugyanis a sümegi vár közvetlen közelében haladt el a sereg, ahonnan állítólag még néhány figyelmeztető ágyülövés is eldördült, de komolyabb összetűzés akkor még nem alakult ki, viszont ennek köszönhetően a magyar seregek fel tudtak készülni a védekezésre, illetve egy esetleges ellentámadásra. Szengrót várát végül a
védő keves ellenállásának köszönhetően nem sikerült elfoglalni, viszont amolyan vigaszdíjként azért még a környékbeli településeket feldúlták, illetve kifosztották. Visszafelé már elővigyázatosabbak voltak, ugyanis nem Sümeg felé, hanem a Zalaszántó melletti Tátika várának irányában haladtak el. Viszont ott várt rájuk a magyar sereg, és mindössze 400 fővel a többszörös túlerőben lévő törököket a Szántói csata néven elhíresült ütközet keretein belül szétmorzsolták, és jól elverték. 1562. március 31-én pedig egy egész pontosan 2159 fős magyar sereg vonult fel a vár alá, talán pont ide, és ágyútűz alá vették azt. Hetekig tartott az ostrom, mire a török beadta a derekát, és tárgyalásokat kezdeményezett, de hát erre egy érdekes válaszként inkább lerohantuk a várat, és megsemmisítettük a védőket. Tehát végül sikerült visszafoglalni, viszont az ostrom következtében annyira leromlott az állapota, hogy már nem érte meg foglalkozni vele és felújítani. Ígértem egy mi látszik, illetve egész pontosan mi nem látszik rovatot. Na most itt alattunk Hegyesd település, és hogyha ide húznánk egy képzeletbeli vonalat, kb. Itt, ahol az az út megy lenne a völgyben, akkor valahol itt lenne a Bakony, illetve a Balaton felvidéknek a határa, amelynek a legmagasabb pontja, hát szintén látszódhatna, jelenleg a képernyő közepén a 448 méter magas boncsos tető. Hát, ha tovább fordulunk jobbra, akkor a Láztető, illetve a Sátormahegy, előbb a Sátormahegy, aztán a Láztető, délfelé pedig, hát messzeségben látszódna a Káli medence, illetve a Balaton, tovább fordulva a Csobánc, majd pedig itt a, emögött a, az erdős, dombos rész mögött már a Tapolcai medence található, abban az irányban pedig Haláp, szintén Tanúhegy, észak felé, a Bakony felé fordulva pedig a környék egyetlen valódi hegye látható majdnem, az 511 méter magas agártető. Hát hiába időzíteni tudni kell, de nem csak jól, rosszul is. Javítom magam, még egy út is vezet a várhoz. Szintén sziklás, de valamivel talán kevésbé meredek, és kényelmesebb rajta közlekedés. Hát jó, többször voltam itt, de ezt valahogy eddig még nem szúrtam ki. Elnézést. A várhegyről most déli irányba fogok lecsorogni, tehát nem északra, mert ahonnan jöttem, és itt rögtön a vár alatt van is egy jó kis kilátópont. Annyira nem jó, mint hogyha fentről a várból néznénk, de azért valami innen is látszik. A már emlegetett Boncsostető, Sátormahegy és Láztető, meg a többi a ködbe vészve. Illetve néhány falmaradvány. És egy tábla a vár történetéről, amit most sokáig nem is mutatok, és föl se olvasom, nehogy ne egyezzen azzal, amit én elmeséltem. Említettem a hegy északi oldalán kanyargó lépcsősort. Hát számomra most derült ki, hogy a déli oldalon is ugyanez a helyzet. Térképen nem volt feltüntetve, hogy itt lépcső van, azért nem tudtam róla. Elnézést. De ettől függetlenül rendkívül hangulatos. A Balaton felvidék tanúhegyeinek a keletkezését már többször több filmemben is megénekeltem. Úgyhogy ezzel most külön nem mutatnék senkit, bár én bármennyit, bármikor tudnék erről áradozni, de mindegy, annyi azért megemlítendő, hogy a Hegyest, hasonlóan a
Tóti egyhez és mondjuk a Gulácshoz, vagy akár a hegyes tűhöz. Az egykori vulkáni kürtőben megrekedt, és megszilárdult lávának a maradványa. Szemben például a Madacsonnyal, Szent Györgyhegyel, vagy a Csobánccal, vagy akár a Haláppal, amelyek egykori lávatavak voltak, tehát azok nem a, azok nem az egykori kürtő tartalmából épülnek fel, hanem kihűlt és megkövült lávatavak maradványai. És hát ennyi a különbség a két csoport között. Hát csak-csak beszéltem róla. Ha már említett tanösvény mentén egy visszafogott erdei pihenő is található, ezzel a szintén visszafogott esőbeállóval és ezzel a jól megfogalmazott, értető felhívással. Viszont ennek ellenére, hogyha néhány méterrel odébb sétálunk, akkor könnyen rátalálhatunk. Hát a valószínűleg önmagukra és a természetre kevésbé igényes embertársaink. Hát hogy is mondjam, mocskára. De hogy ne ezzel, hanem valamiféle pozitív üzenettel zárjuk a filmet, érdemes körbenézni, és azonnal láthatjuk, hogy bizony a Balaton felvidékre nem csak szezonban érdemes ellátogatni, hanem ilyen és ehhez hasonló ködös, kissé hideg őszi reggeleken is. Ezért a színpompáért mindenképp megéri. Szerintem, bár én iszonyatosan elfogult vagyok, úgyhogy senki ne higgyen nekem. Ez volt a Bazsitúrák mai epizódja innen a Hegyesdről. Iratkozzatok fel, tartsatok velem legközelebb is. Az erdő legyen veletek. Sziasztok!